Sziasztok! Remélem csak, hogy működik a mikrofon. Szokatlan helyzet ez. Aki ismer engem, az talán tapasztalhatja, hogy én inkább kérdezni szeretek. És inkább ülünk egy szobában, beszélgetünk arról, ami titeket érint. Az elmúlt másfél év viszont mindenkinek nehéz volt, mindenkinek felborult az energiaháztartása, mindenki olyan új kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen, amivel lehet, hogy eddig korábban nem. Az a témakör, hogy kiégés, egyébként eredetileg, és nem megyünk nagyon messzire vissza, ugye 80-as évek környékén kezdte el nagyon foglalkoztatni kollégáimat, és akkor klasszikusan ezt egyfajta segítői betegségnek tartották. Vagyis olyan szakmákat érintette elsősorban, mint például orvosok, nővérek, ápolók, pedagógusok, pszichológusok, minden olyan ember, mindenki, aki hivatásszerűen mások jólétéért tesz. Kimondottan egyébként még mindenféle aktivisták, társadalmi, szociális segítők körében ez egy nagyon intenzív jelenség volt. Érdekes, a 21. század elejére viszont megjelent két új tevékenység a kiégés irányában leginkább veszélyeztetett szakmák körében, az ügyfélszolgálat és a szoftverfejlesztés. Az elmúlt másfél évben nagyon sokszor tapasztaltam a beszélgetéseink során, hogy ha nem is ilyen nagyon erős, nagyon végstádiumnak nevezhető kiégéssel, de valahogy ennek a folyamatnak bizonyos állomásán nagyon sokan érintettek voltatok, voltunk, és arra gondoltam, hogy egy picit jó lenne ezt egy keretbe foglalni. Most az előadásom első felében talán inkább azt a különbségtételt szeretném nektek megmutatni, hogy mikor van az, hogy csak fáradtak vagyunk, és semmi gond nincs, mindenki megnyugodhat, kipihenjük magunkat, pár nap szabadság és újult erővel bevetjük magunkat az életbe, és mikor van az a határ, amikor érdemes segítséget kérni, és lehetséges, hogy az elején akár csak barátokat, kollégákat megkérni arra, hogy egy picit más szemszögből beszélgessenek velünk, és lehetséges, hogy bizonyos ponton viszont érdemes szakemberhez fordulni. És egy picit erről is szeretnék majd mesélni, hogy mikor, milyen szakember, kicsit ugye cipőt a cipőboltból analógiát használva. Nagyon sokféle segítő szakma van, és nagyon szívesen mesélnék nektek egy picit arról, hogy miben tudunk például én és kolléganőm az Evo Balance keretén belül segíteni, és mi ez a pont, amikor érdemes egy picit más irányba fordulni. Ugye a fáradtságra klasszikusan úgy gondolunk, hogy ez egy természetes jelenség, amikor megerőltetjük magunkat egy irányba, akkor utána az energiaszintünk csökken, viszont visszatöltődik, és mondjuk úgy kialusszuk a fáradtságot, vagy kipihenjük a fáradtságot. Szeretek erre úgy gondolni, mint egyfajta energiatartályra. Amikor az energiáinkat a munka felé irányítjuk, és elérjük a kívánt eredményt, jó feedbacket kapunk, mondjuk úgy, hogy ez a pszichés energiánkat szépen vissza is tölti. A megerősítés, a visszajelzés szerepe olyan könnyen átköthető az előző beszélgetésre. Én nagyon nagy örömmel hallgattam az előző előadást, hogy milyen erős bizalmi viszony tud kialakulni kollégák között, és mi mindenre jó tud lenni a Growth Talk-nak nevezett intézmény. Mondjuk úgy, hogy ez a ciklus, amit itt most láttok, egy veszélytelen valami. Sikerélményünk van, sőt, talán egyre erősebben is kerülünk ki ebből a rendszerből. Mi van akkor viszont, hogyha az első loopunk, amit a jobb oldalon láttok, egy negatív feedbackkel zárul. Mondjuk úgy, hogy nem érjük el a kívánt eredményt, esetleg negatív feedbacket kapunk, vagy mondjuk egy olyan légkört tapasztalunk magunk körül, ahol a teljesítményünket nem éppen értékelik, a személyiségünket nem fogadják el annyira, és az is megeshet, hogy mondjuk valamilyen fajta személyeskedő, destruktív kritika érkezik arra, ahogy mi működünk az adott közegben. Ugye ilyenkor nem tölti vissza a sikerélmény azt az energiabefektetést, amit mi belefektettünk. És itt bekerül, és ez most olyan munkamániásan fog hangozni, a másodlagos rendszer, a magánéletünk. Az a rendszer, ahova töltődni járunk, ami a békeszigete ideális esetben. Az elmúlt másfél évben nagyon sokszor láttuk, hogy ez nem így volt. Ez még egy picit ideálisabb eset, időzzünk egy picit ennél. Marad energiánk ezután picit befektetni a magánéletünkbe. Hazamegyünk, játszunk a gyerekeinkkel, mesét olvasunk nekik, minőségi időt töltünk el a párunkkal. Ne adj Isten, sőt szerencsére remélem, van egy olyan hobbink, ami teljesen más, mint a munkánk. Ami feltölt, ami mondjuk úgy, hogy kilazítja azt az izmot, ami elfáradt a munkavégzés során. Ez megerősítést ad, ez támogatást ad, visszatölti a rendszert, és mondjuk úgy, hogy viszonylagos egyensúlyban tudunk maradni ez alatt. Talán itt még ezt nevezhetjük fáradtságnak. A következő ábra már egy előre haladottabb állapot. Amikor
Egyre kevesebbet tudunk a negatív feedbackek miatt befektetni a munkánkba. Egyre negatívabb eredmények érkeznek. Lehetséges, hogy már ezt haza is visszük. Ez is úgy időnként elhangzott a tegnapi, vagy az előző beszélgetésben. Eltávolodunk attól, ami korábban feltöltött minket. Eltávolodunk mondjuk olyan tevékenységektől, mint mondjuk a türelmes, szeretetteljes meseolvasás a gyerekünknek, vagy mondjuk a minőségi idő a párunkkal, és valamilyen fajta örömhajhászásba kezdünk, sokaknál mondjuk energiaszint függvényében, most nem demonstrálom élesen a távirányítóval, de valami ilyen fajta aktivitást jelent, beülünk egy tévé elé, beülünk egy játék elé, beülünk valami elé, amiben nem kell investálnunk. És mondjuk úgy, hogy ez a tevékenység, amikor az investálást csökkentjük, amikor az szép magyar szóval az effortot, a befektetett energiát csökkentjük, ez szokott lenni a kiégés első indikátora, első tünete. Az az első jel, amikor én nagyon szeretem azt javasolni mindenkinek, hogy érdemes egy picit megállni és reviewzni azt, hogy mit csinálunk. Ugye amikor a magánéletünk már elkezd imbolyogni, elkezd kevesebb energiát visszatölteni, itt mérnökök sok szoktak nevetni rajta, amikor nagyon falsul használok mérnöki analógiákat. Úgy tudom, hogy a régi típusú aksik olyanok voltak, hogyha nem töltötted föl nagyon, akkor egyre kevesebbet bírt. Pont ez az analógia érvényes itt. Amikor a rendszer tartósan energiahiányos állapotban van, könnyű megélni azt, hogy egyre kevesebb és kevesebb az a tartalék, ami visszatöltődik, és lehet, hogy akár egy kéthetes szabadságról is úgy jövünk vissza, hogy azt a tartalék energiánkat elhasználjuk két nap alatt. Ez az a pont, ahol érdemes már egy picit másképp ránézni az energiaháztartásunkra. És nyugodjatok meg, hamarosan végzek a problem talk-kal, de azt gondolom, hogy ezen a ponton érdemes egy picit időzni ott, hogy megértsük magának a problémának a mechanizmusait, mozgatórugóit, és nem is olyan sokára át fogok térni majd arra, hogy mit is tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt, vagy esetleg bizonyos stádiumokból kimásszunk akkor, amikor a kiégésről van szó. Ugyanis, amikor az előző ábránál járunk már, mondjuk úgy, hogy ez egy lejtőre tesz minket. Egy lejtőre paradox módon inkább az emelkedő fázissal kezdeném el. Ugyanis, amikor a kiégés egyes fázisait megpróbálták tipizálni, nagyon érdekes dolgot találtak itt a 80-as évektől kezdve tartó kutatásokban, mégpedig az, hogy az elején ez egy felívelő szakasz. Minden egyes kiégés úgy indul, mint egyfajta nászút, mézes hetek. Egy olyan időszak, amikor teljesen rózsaszín ködben úszunk egy tevékenység kapcsán. Lehetséges, hogy kaptunk egy előléptetést. Nézzük azt, hogy mondjuk eddig fejlesztőként tevékenykedtünk, és most hirtelen már másokért is felelősséget tudunk vállalni. És mondjuk ez összhangban van az ambícióinkkal. Valószínű ilyenkor egy óriási energia befektetéssel vágunk neki a projektnek, és sokszor ugye itt az irreális elvárások azok, amik az egészet meg tudják fertőzni. Meg akarjuk váltani a világot, új vezetői kultúrát akarunk létrehozni, és lehetséges, hogy ezt mondjuk, nem is tudom, még a jövő héten el akarjuk érni ebben a helyzetben. Ugye ez a fajta lelkesedés nagyon értékes és nagyon fontos. Az csak a kérdés, hogy hova tesszük a lécet. Mi az a léc, amit meg akarunk ebben ugrani? A növekedési szemlélet nem idegen tőletek. Azt gondolom, hogy könnyű itt párhuzamot találni. Amikor egy nagyon rögzült szemlélettel vágunk neki, akkor lehetséges, hogy amint az első akadályok, a frusztráció fázisa megjelenik, mondjuk úgy, hogy lehull a lepel, a rózsaszín köd eloszlik, és az inga átbillen a másik oldalra. Az első akadályoknál nagyon gyakran a kiégés következő szakasza az a kétség fázisa és a frusztráció fázisa. Vajon én elég tehetséges vagyok ehhez, hiszen nem sikerült egy hét alatt megváltanom a világot, nem sikerült akkora impaktot kifejtenem a rendszerre, mint amekkorát eredetileg szerettem volna. Megjelennek az első stressz tünetek. Ugyanis, hogyha a kiégést próbáljuk definiálni, akkor ez egy elhúzódó krónikus stressz állapotból fakadó motivációvesztés. Megjelenik a stressz élménye, általában erre azt mondjuk, hogy oké, én vállaltam, folytatjuk, és akár még nagyobb energiát fektetünk ebbe bele. Ha visszagondoltok az előző ábrákra, lehetséges, hogy a magánélet rendszeréből veszünk el egy picit először. Minden esetre ennél a fázisnál még teljesen biztos, hogy folytatjuk. Ezután nagyon gyakran, ahogy az energiaháztartásunk egyre negatívabb előjelűvé válik, egyre energiahiányosabb lesz a rendszer, eljön ez a fázis, amit stagnálásnak szoktunk nevezni. Mondjuk úgy, hogy itt vagyunk talán a lejtő platóján, de azért már bukkanókkal szembesülünk. Könnyen megtapasztaljuk azt, hogy csökken a kontrollérzetünk.
sokkal kevésbé éljük meg azt, hogy ha én teszek valamit, akkor annak hatása van. Tudom-e uralni azt a közeget, vagy azt a, hogy mondjam, erőteret, amin belül nekem kompetensen kell működni. Nagyon gyakran ilyenkor jelenik meg egy jóval nagyobb kétkedés, akár a saját személyiségünkben, kompetenciáinkban. Sőt, sokszor ez az a fázis, amikor először megjelenik az a gondolat bennünk, hogy vajon jó pályára léptem-e, vajon nem kéne-e valamit tök más csinálnom. Sokat dolgoztam korábban karriermódosításban, karrierváltókban. Nagyon gyakran lehetett látni azt, hogy aki viszont a kiégésre talán hajlamos, és erről nem sokára fogok még mesélni egy picit, ő mintha ezt hurcolná, és karriert vált, és utána ugyanazokba a falakba ütközik, miközben pedig sokszor ilyenkor egy nagyobb megállás és egy nagyobb review szükséges. Ez az a fázis, hogyha észrevesztek magatokon mondjuk olyan jeleket, hogy eddig úgy azért két kávéval egész jól kigurultam délelőtt, most viszont kell a harmadik, gyakrabban tartok, nem tudom, cigi szünetet, korábban letettem a cukrot mondjuk, de már megint megőrülök egy Snickersért. Sok-sok ilyen tünete van annak, amikor megjelennek a nem hasznos pótcselekvések. Ugye a stagnálás fázisában nagyon-nagyon könyörög minden egyes porcikánk a sikerélményért. Egy olyan élményért, ami mintha megint energizálna minket, és sokszor ezt ilyen nem hasznos pótcselekvésekkel próbáljuk elérni. Sokszor ilyenkor jelenik meg az a fajta halogatás, amikor mondjuk éjszakákban nyúlóan csinálunk valamit, amit korábban élveztünk, de minthogyha most nem hozná meg ezt a hasznot. Ezután kezdődik az a fázis, ahol, ha egészen őszinte vagyok, általában szoktunk találkozni. Amikor a kiégés igazából elkezdődik, ezek inkább az előszobák vagy az előzmények voltak, amiről eddig meséltem, akkor általában már fizikai tünetünk van. Nagyon gyakran először mondjuk valahogy az emésztésünk kezd el felborulni, vagy éppen az alvásunk kezd felborulni. Ez a két olyan indikátor, hogyha egyébként nem indokolja ezt semmi más, akkor érdemes akár hozzánk, akár más szakemberhez bejelentkezni, és akár csak egyet konzultálni, hogy figyelj csak, én most ezt tapasztalom, kéne valamit változtatnom az életemen. Beszélünk majd nem sokára erről is, hogy mi mindent lehet. Nagyon gyakran ilyenkor jelenik meg a cinizmus. Amikor már nem tudunk optimistán tekinteni arra, ami történik körülöttünk. Nagyon gyakran ilyenkor elkezdünk mondjuk felfele mutogatni, és azt mondjuk, mert persze a menedzsmentők mindig ezt csinálják, vagy éppen oldalra mutogatunk, hogy már megint a tesztelő azt csinálta, hogy, vagy az ügyfélre mutogatunk. De ez az a pont, ahol már nagyon kevés erőnk van változtatni. Ugye már annyira kiszáradt ez az akkumulátor, hogy akár egy kéthetes szabi után is, már mondjuk másnap, ahogy visszatértünk a munkába, ugyanolyan fáradtnak érezzük magunkat. Nem véletlenül van a lejtő végén valami, amiben úgy könnyű elsüllyedni. Amikor ebbe a fázisba eljutunk, akkor általában a leválás fázisát már évek óta tapossuk. Mert azt gondoljuk, hogy nem, megrázom magam, és működni fog ez. Igazából én csak erőt kell, hogy fektessek bele. Mondjuk úgy, hogy ezek a hagyományőrző gondolataink, hogy szedd össze magad, rázd meg magad, nem, ez csak a fejedben létezik. Nagyon sokszor kapunk a környezetünktől ilyen üzeneteket, ilyen típusú támogatást. Ez az a pont, ahol én szeretem azt javasolni, hogy már érdemes picit olyan mérsékelt elvárásokkal megosztani ezt a szeretteinkkel, baráti körünkkel. Ugyanis ők a legnagyobb jó szándékkal fogják teletömni a fejünket minden jó tanáccsal. Viszont ez az a pont, ahol már nem biztos, hogy ez segít. Itt ugyanis a kiégés már valahol a személyiségünk részévé vált. Mondjuk úgy, hogy ugyanúgy természetes, hogy minden újdonságra cinizmussal reagálunk, hiszen részünké vált az, hogy nem nagyon szeretnénk semmi újba belevágni, semmi újba, ami akár visszatöltheti ezt a rendszert. Itt nagyon gyakran már erős fizikai tünetekkel lehet találkozni. Sokszor ilyenkor valaki már mondjuk járt kardiológusnál, járt neurológusnál, mindenki azt mondja, hogy semmi bajod, csak pihenj egy kicsit. Ez az a pont, ahol egyébként a leggyakoribb az, hogy mondjuk akár az egész pályát elhagyjuk. Közben pedig nagyon sokszor azt érezzük az összes fázis során, hogy mondjuk egy munkahelyváltás mindent megold, valószínű csak a munkahelyemmel van problémám. Leggyakrabban egyébként mondjuk így a stagnálás fázisától szoktam ezt tapasztalni, hogy mondjuk mindenféle állásportát böngész valaki, hogy biztos ez lesz a megváltás. Viszont ehhez lehet, hogy egy picit érdemes rendszerbe rakni, hogy mi is tud ilyenkor a megváltás lenni. Egyrészt, amiket itt most láttok, ezeknek van egy oldalon, itt a bal oldalon látjátok azt, hogy mik is azok a szervezeti paraméterek, amik pozitív vagy negatív irányba tudják lökni ezt a jelenséget. A jobb oldalon pedig azt látjátok,
mondjuk úgy, hogy a belső tényezőket, amik nekünk tudnak vagy segítséget, vagy rizikófaktort jelenteni a kiégés kapcsán. Talán a legtermészetesebb asszociációnk, hogy attól égünk ki, hogy túl sok a munka, és soha nem érünk a végére. Ez talán a legtriviálisabb dolog ebben. Viszont ezen kívül az a kérdés, hogy ez hogy illeszkedik hozzánk. Nagyon-nagyon más személyisége van minden embernek. Ettől szép valahol emberekkel dolgozni. Ami az egyik embernek például unalmas, és mondjuk low flow, és nem tudja megélni a kihívást, az lehet, hogy a másik embernek pont elég, vagy valakinek akár túl sok. Vajon a munka mennyisége, dinamizmusa olyan-e, ami az én ambíciómmal és szorgalmammal összefüggő? Mert ha nem, akkor mondjuk úgy, hogy ez egy pici súly tesz oda, hogy veszélyeztetettek lehetünk a kiégésben. Amikor mondjuk az az értékrend, ami körülvesz minket, nagyon nem a sajátunk. Ez megint csak egy gyakori jelenség, hogy megpróbáljuk először magunkat kitekerni, magunkat kicsavarni abból, amiben mi hiszünk. Vagy azt gondoljuk, hogy esetleg velünk van a probléma. Közben pedig sokszor egy természetes dolog az, hogy nem mindenki illik minden helyre. Lehetséges, hogy valaki mondjuk egy, nem is tudom, egy ilyen szuperpörgős, nagyon profitorientált szervezetben, ahol ugye az emberi kapcsolatok kevésbé fontosak, abban hiszünk, hogy a teljesítmény magáért beszél, tök jól megtalálja a helyét, miközben valaki pedig egy közösségre vágyik, valaki arra vágyik, hogy megéljük azt, hogy együtt mi jobb helyé tesszük a világot. Ez is egy nagyon gyakori indok tud lenni. Ami a jobb oldalon nagyon jellemző, és a szervezeti tényezőknél nagyon sok mindent lehet erről hallani, olvasni, hogy mi mindent tud egy cég tenni erről, majd a zárszóban egy picit szeretnék erre is kitérni. Talán a perfekcionizmus, ami egy nagyon gyakori jelenség. Amikor azt gondoljuk, hogy csak a tökéletes munka az, amikor én értékesnek gondolom magam. Nagyon gyakran az idealizmus, amikor, ezt már említettem is talán, amikor abban hiszünk, hogy a jól elvégzett munka magáért beszél, és ezért én meg kell, hogy kapjam a jutalmamat, még akkor is, hogyha egy szót se szólok senkihez, magamra zárom az ajtót, a meetingeken csendben vagyok. Sokszor például ez egy nagyon gyakori indikátor a kiégés terén. Az én komplexitásról egy picit még beszélnék, mert talán ez egy olyan furcsán hangzó dolog, hogy mintha itt több személyiségünk lenne. Érdekes dolog ez, mintha egy védőoltás lenne a kiégéssel szemben. Amikor mondjuk egyszerre sok olyan szerepünk van az életben, amiben hely tudunk állni, az érdekes módon nem csak, hogy nem fáraszt minket, de hogy meg is véd a kiégéssel szemben. Miért? Amikor mondjuk az egyik rendszerünkre, tegyük fel a munka rendszerén kívül, van mondjuk egy komolyan vett hobbink. Mérő László egyik előadásában hallottam ezt, és azóta ez nagyon tetszik, hogy érdemes úgy élni, hogy a szakmád mellett van egy olyan dolog, amiben profi tudású amatőr vagy. Lehet, hogy valakinek mondjuk tök jó érzéke van a bútorkészítéshez, pont nemrég volt egy ilyen típusú beszélgetésem valakivel, és ő például úgy kezd el kimászni a kiégésből, hogy elmegy egy fizetés nélküli szabadságra, és elvégez egy asztalos tanfolyamot, és már azon gondolkozott, és egyszerűen a beszélgetés alatt kivirult az arca, hogy milyen fiókos szekrényt fog csinálni, és ez mennyire motiváló. Ugyanis kiégésből való kimászáshoz talán ez a legeslegjobb első lépés. Amikor elértünk abba a stádiumba, hogy már a víz alatt vagyunk, és nagyon nehéz onnan kijönni, az az a pont, ahol én nagyon javaslom mindenkinek a pszichoterápiát. Ugyanis valószínű, hogy egy olyan mintázat hajtott minket ebbe bele, amit régóta hurcolunk, és ami mondjuk úgy, hogy nem is egy munkapszichológus vagy egy coach kompetenciája lenne az, hogy ezt feloldjuk, sokkal inkább egy olyan fajta terápiás érzékenységű kollégái, aki meri ezeket a régmúltból jövő mintáinkat feltörni, és akár újra összerakni. Ezek a kis saját belső hajcsáraink nagyon gyakran tévútra visznek minket. Viszont amikor egy korábbi fázisnál járunk, nagyon sokat tehetünk magunkért. Amikor mondjuk észrevesszük ezt az energiarendszerünknek a kiszáradását, nagyon javaslom azt, hogy egy picit megállni, és egy picit felülvizsgálni azt, hogy mit is várok magamtól az egyes szerepeimben. Lehetséges, hogy éppen jobban támaszkodik rám, mondjuk a magánéletemben a párom, mint kéne. Lehetséges, hogy éppen a szüleimet kell ápolnom, lehet, hogy a gyerekemmel nagy probléma van, és most oda kell fókuszálnom az energiám. Ugyanis ezt az energiát nem lehet egyszerre több fele fókuszolni, és aki abban hisz, hogy a multitasking az az erőssége, ő általában ezt csak ilyen nagyon gyorsan rángatja össze-vissza, hogy épp most mire figyel. És ez a kontextusváltás egyenes út sokszor a kiégéshez.
a kis sikerélmények nagyon fontosak ebben a helyzetben. Azok a kis sikerélményeket, amiket magunknak tudunk generálni. Sokszor ilyenkor azt javaslom, hogy ha tetten érjük magunkat a kiégésben, érdemes abban elkezdeni gondolkozni, hogy valami monoton mozgásformát elkezdeni űzni, ami mérhető. Aki szeret futni, ez például egy zseniális dolog, ebből visszafordulni. Miért? Meg tudjuk élni azt, hogy step by step egyre jobb időket futunk. Ez egy kis szerotonin löketet ad az agynak, ami pedig védő ital mondjuk úgy a negatív érzelmek ellen. Step by step ki tudjuk rángatni magunkat így a kiégésből, viszont nem biztos, hogy a munkahelyváltás fog segíteni. Nem biztos, hogy az otthonról való elköltözés fog segíteni. Sokszor ilyenkor hajlamosak vagyunk radikálisan nagyot lépni. Közben pedig én azt javaslom ilyenkor, hogy egy picit álljunk meg, keressünk fel egy szakembert, kérdezzük meg őt, hogy mit javasol. Gondolkozzunk azon, hogy mik a mi mintáink, amikkel belehajtjuk magunkat ebbe. A másik oldalon, a szervezet oldaláról is tök sokat tudunk tenni, hogyha felelősek vagyunk másokért. Felismerni például azt, hogy ki az, akiben kezd ez a fajta lelkesedés akár túl nagy mértéket ölteni. És ezt óvatosan, reális platformra terelni. Észrevenni például azt, hogy hol van toxikusság egy csapatban, hol van az, hogy jobban bántjuk egymást, mint ami mondjuk a viccelődésbe belefér. Vagy hol van az, hogy mondjuk éppen nem vonjuk be az embereinket az őket érintő döntésekbe. Annyira, amennyire épp kéne. Vagy lehetséges, hogy csak a loopból a feedback kör hiányzik, és ezért volt jó hallgatni az előző beszélgetést. Egy pár mondatot még mondanék arról, hogy mi is ez az Evo Balance. Közel 5 éve van szerencsém itt tölteni minden csütörtököt nálatok. Ez egy olyan keret, egy olyan kontextus, amiben bárki bejelentkezhet, és évente, üzleti évente 3-szor tudunk egy olyan beszélgetést folytatni, ami csak rólatok szól. És lehetséges, hogy itt mondjuk éppen a pszichológusén kerül előtérbe, vagy a coachén, vagy a HR tanácsadóén. Én mindig úgy vagyok itt jelen, ahogy azt gondolom, hogy nektek a legjobban tudok segíteni. Sokszor ezek gondolatébresztő beszélgetések. Lehet, hogy egy jó gondolattal állsz föl itt az egy óránk után, de az is lehet, hogy a teljes energiamenedzsmentedet például együtt reviewzzuk. Mire mennyi energiát szánsz, és vajon megtérül-e? Sokszor megesik az is, hogy viszont nem én vagyok a legjobb szakember, aki ebben tud segíteni. Nekem van egy viszonylag kiterjedt hálózatom, akik pszichoterapeutákból, klinikai szakpszichológusokból állnak. Sokszor nem az első próbálkozása sikeres, hogy megtaláljuk a legjobb szakembert, viszont abban tudok itt segíteni, hogy megtaláljuk a legjobb szakembert, akár a sokadik próbálkozásra. Ha egy gondolattal tudom zárni a mostani időkeretemet, az talán az lenne, hogy nem szégyen segítséget kérni. Van az a pont, amikor mondjuk éppen vakbélműtétünk van, és nem biztos, hogy magunknak vesszük ki a vakbelünket. Vagy nem biztos, hogy a barátunkat kérjük meg, hogy figyelj, már elcsúsztam a fürdőbe, vard már össze az állam. És lehetséges, hogy amikor mondjuk megcsapott minket a kiégésszele, akkor nem biztos, hogy ezt magunknak kell megoldani. Miért? Ugye egy problémát sem tudunk megoldani ugyanazzal a mindsettel, amivel létrehoztuk. Lehetséges, hogy csak mélyebbre ássuk magunkat ebben. És lehet, hogy akár egy kis jó beszélgetés sokat tud lökni előre azon, hogy hogyan is bánunk magunkkal, és hogyan is menedzseljük a saját energiaszintünket. Eljött talán a kérdések ideje, ahogy én itt az órát nézem. Nagyon szívesen válaszolok mindenre, amit titeket érint. Köszönöm a figyelmet!